Hogyan csinálják? 14. rész. Vízi erőmű, mikrocsip. Az ilyen hatalmas vízi erőművek létrehozása a világ legbonyolultabb mérnöki feladatai közé tartozik. Hogyan építenek fel és tartanak fenn egy ekkora betongátat, amellyel több milliárd liter víz mozgási energiáját képesek hasznosítani? Az összes elektromos berendezés lelke a mikrocsip. Vajon hogyan készítik a mikroszkópikus tervezés e csodáit? A mai részből kiderül, hogyan csinálják. Az energiaszolgáltatók régóta kutatják, hogyan lehetne a leghatékonyabban olcsó és környezetszennyezésmentes energiát előállítani. Persze egy írtó nagy völggyel és elegendő vízzel könnyen kinyerhető a rejtett energia. Mindössze egy ilyen kell hozzá. Ez a lenyűgöző nyugat-mexikói El Cajón vízierőmű gátja. Felépítése 800 millió dollárba került és 4 évig tartott. Működtetéséhez rengeteg hozzáértő szakember szükséges, akik nap mint nap életüket és végtagjaikat teszik kockára a folyamatos energiaellátás érdekében. Hogyan csinálják? Éppen hajnalodik a nyugat-mexikói Santiago folyónál, a munkások pedig műszakra érkeznek a hatalmas El Cajón vízi erőműbe. Az El Cajón a világ egyik legnagyobb ilyen típusú gátja, melynek létrehozásához rendkívüli építészmérnöki tudásra volt szükség. A munkálatok 2003-ban kezdődtek meg a Santiago eltérítésével, vagyis kisebb gátak felhúzásával és két hatalmas föld alatti alagút kialakításával. Miután a meder kiszáradt, egészen a szilárd kőzet rétegig lecsupaszították, majd egy gigantikus vasbeton lábazatot fektettek le. Fúrók, robbanóanyag, munkagépek és teherautók segítségével több millió tonna kőzetet termeltek ki egy bányából, majd zúzás és rostálás után az építési területre szállították, hogy a gát falának alapjául szolgáljon. Összességében óriási mennyiségű, közel 11 millió köbméter követ használtak fel, amit aztán 63 ezer köbméter betonnal borítottak be. Eközben mélyen a föld alatt egy óriási gépházat is felépítettek, amelyben a víz energiáját elektromossággá alakító hatalmas turbinákat és generátorokat helyezték el. A teljes építkezés 4 éven át tartott, ami alatt a munkások minden egyes nap 2 tonna tortillát és 1/2 tonna húst fogyasztottak el. Végül 800 millió dollárral később, 2007. június 1-én üzembe helyezték az El Cajónt. A 640 méter hosszú és 178 méter magas gát 5 milliárd köbméter vizet tart vissza, amelynek eredményeképpen 750 megawattnyi áramot termel. Ez majdnem 1 millió embernek elegendő. Egy ilyen gigászi létesítmény működtetése óriási felelősség, ami Mario Vargas főellenőr vállán nyugszik. Hogy tisztában legyen a mindenkori energiaigénnyel, Mario folyamatos kapcsolatban áll a mexikói energiahatósággal, a CFE-vel. A CFE szünet nélkül figyeli az ország elektromos hálózatát, nehogy energiahiány lépjen fel. Mivel az áramból nem lehet túl nagy mennyiséget tárolni, így azt folyamatosan elő kell állítani. Ez annyit jelent, hogy ha nő az igény, plusz erőműveket indítanak be, illetve ha csökken, néhányat lekapcsolnak a hálózatról.
Mivel most emelkedik a fogyasztás, Mariót utasították, hogy indítsa be az El Cajón hatalmas generátorait. A víz két 8 méter átmérőjű és 250 méter hosszú csövön zúdul le 260 köbméter per másodperces sebességgel. Ebbe a hatalmas föld alatti gépházba kerül, ami a kőzet rétegbe vájt üregben található. A gátat valójában emiatt építették, hiszen az El Cajón valójában nem más, mint egy gigantikus vízimalom. Ahogy a víz áthalad a kör alakú csatornákon, mozgási energiája meghajtja a két turbina lapátjait. A turbinákat kardántengelyekkel kapcsolják a függőleges tengelyű turbógenerátorokhoz, amik a mozgási energiát elektromossággá alakítják át. A létrejövő 17 kilovoltos áramot kábeleken a felszínre vezetik, ahol 400 kilovoltossá alakítják át, majd a hálózatba kerül. Legalábbis ez lenne az ideális. De sajnos egy vihar megrongált néhány tápvezetéket. Ezek hiányában az erőműből az áram nem tud eljutni a hálózatba, ráadásul további viharokra van kilátás, így alapvető fontosságú, hogy minél hamarabb rendbe hozzák őket. Ramon Corzo már 30 éve foglalkozik ezek javításával, így most rajta és csapatán a sor, hogy helyrehozzák a 40 méter magasban húzódó vezetéket. Miután a csapat egyik tagja nem kis veszélyt vállalva felmászik a vezetékre, a többiek lentről csörlővel felemelik a generátort a kézi eszközök működtetéséhez. Viszont ahogy felér, leáll a motor. A vezetéken artistaként egyensúlyozó szerelő próbálja beindítani, de ezzel nem csak a leesés, de az áramütés lehetőségét is kockáztatja. Ha áram alatt lévő vezetéken dolgozunk, mindegy mennyire vagyunk leszigetelve, akkor is megráz egy kicsit. Fájdalmas, ha megfogja az ember. Elkezd tőle remegni. Még Ramon és emberei azon vannak, hogy megjavítsák a vezetéket, a gáton az esőzések okozta áradás veszélye is felmerül. Egy ekkora gát esetében az áradás kockázata mindközül a legkomolyabb. A fal legapróbb repedése is katasztrófa helyzetbe sodorná a völgy falvait. A vízszintet éppen ezért 20 percenként ellenőrzik, hogy megbizonyosodjanak felőle, legalább egy méterrel a gát teteje alatt van. Ha mégis megemelkedne, egy apró nyíláson keresztül tudnak leengedni a vízből. Ezen kívül azonban más veszélyforrással is számolniuk kell. Mint Nyugat-Mexikó legnagyobb része, ez a terület is eléggé földrengés veszélyes. A legkisebb földmozgás is komoly problémákat okozhat. Ezért az El Cajónon szeizmológus is dolgozik, Esmeralda González személyében, aki a környező területet figyeli. Esmeralda minden nap ellenőrzi a gát főfalában elhelyezett szenzorok adatait. A szenzorok jelzik, ha valamilyen szerkezeti eltérés történt a gát belsejében. A kisebb-nagyobb szeizmikus aktivitást szeizmográfokkal és gyorsulásmérőkkel tudjuk érzékelni. Ezek rögzítik a földben lezajló különböző mozgásokat. A gátban lévő szenzorokon kívül a külső szerkezetet is ellenőrzik egy prizma és egy lézersugár segítségével. A lézert a hegyoldal egy pontjából a gátra irányítva a fal legkisebb elmozdulása is precízen lemérhető. Nagyobb földrengés esetén repedések alakulhatnak ki a gát falában.
Ha ezeken elkezd átszivárogni a víz, akkor akár az egész le is omolhat. Igaz, hogy a szenzorokkal is ellenőrizhető a gát, viszont teljes bizonyosságot csak az adhat, ha rendszeresen közelről megvizsgálják a falat. Ezért Xavier Rodriguez és Martin Gutierrez búvárok gyakran alámerülnek sérülések után kutatva. Quanta presión tiene? 50. ¿Quieres más? Folyamatosan le kell mennünk, mert csak így lehetünk benne biztosak, hogy nincs egy hajszál repedés sem a falon. Amíg Xavier lemerül a 178 méter mély tároló aljáig, Martin a felszínen marad és figyeli társa oxigén ellátását. A csúcs technikának hála, közben még kommunikálni is tudnak egymással. Ahogy süllyed a sötét vízben, Xavier alaposan átvizsgálja a fal egy szakaszát. Sérüléseket és gyenge pontokat keres. Muy bien, ya podemos reportar que no hay ningún problema, que todo está correcto. Miután megbizonyosodott róla, hogy nincs semmi gond, lassan a felszínre emelkedik. Mindeközben Ramonéknak sikerült megjavítaniuk a vezetékeket. Még éppen időben, mivel pár perccel távozásuk után egy nagy vihar csap le. Így telik egy nap az El Cajonon. Az erőmű vezetőjét, Mariót pedig megelégedéssel tölti el a feladata. Szerintem az erőmű irányítása inkább hivatás, mint kötelezettség. Ezzel csak a hazámat szolgálom, amire nagyon büszke is vagyok. Hamarosan kiderül, hogyan készülnek a Föld legösszetettebb és legapróbb elektromos eszközei, a mikrocsipek. Kiderül, a hogyan csináljákból. Talán észre sem vesszük, de mindenütt az utóbbi fél évszázad legforradalmibb találmányával vagyunk körülvéve. Megtalálható a tévékben, a hifikben, az órákban, az autókban, a telefonokban, a közlekedési lámpákban és szinte minden konyhai berendezésben is. Valójában ez a lelke mindennek, ami elektromossággal működik. A titokzatos dolog természetesen nem más, mint a szilíciumcsip. A különleges és miniatűr elektromos agyak elkészítése a világ legbonyolultabb eljárásai közé tartozik. Vajon hogyan csinálják? Egyesült Államok, Texas. Van itt minden, ami nagy. Nagy tehenek, nagy csizmák, nagy kalapok és nagy bajuszok. De Texas ugyanakkor a parányi csoda, a mikrocsip otthona is. Dallastól 30 kilométerre északra is gyártják őket. A furcsa, futurisztikus üzemben szilícium szeleteket, más néven ostyákat állítanak elő, ami a modern mikrocsipek gyártásának nélkülözhetetlen része. Mivel a félvezető szilíciumból van, sajátos tulajdonságokkal bír. Félvezető, azaz állapotától függően vezetheti is az áramot, de akár szigetelhet is.
Ez az a tulajdonsága, ami miatt alkalmas a modern számítógépes csipekhez nélkülözhetetlen több millió apró tranzisztor kialakítására. A tranzisztorok nagyon kicsik, ezért a szilícium alapnak tökéletesnek kell lennie. Több évtizedbe telt, mire kifejlesztették a módszert, amellyel tökéletes kristályos szilíciumot lehet létrehozni. Alapanyagként nyers poliszilíciumot, más néven polit használnak, amit 1420 fokra hevítenek egy speciális zárt kemencében, melyet előzőleg a légmentesítés érdekében argongázzal tisztítottak meg. A folyékony szilíciumot azután olvasztó tégelyben kezdik el keverni, majd egy az ellenkező irányba forgó, nagyjából ceruza méretű és formájú természetes szilíciumkristályt engednek bele. Miután az olvadékot hagyták kihűlni, a kristályt lassan, percenként másfél milliméteres sebességgel elkezdik kiemelni. A végeredmény egy nagy, 200 kilós és 20 centiméteres átmérőjű szilíciumkristály lesz. A kristály olyan erős, hogy egy belőle kijövő 3 mm vastag szál a teljes súlyát elbírja. Viszont törékeny is, ezért a méretrevágásnál vigyázni kell, nehogy megsérüljön. Miután vegyi anyagokkal és röntgensugarakkal ellenőrzik a tisztaságát és a molekuláris szerkezetét, a szilícium szeletelőbe kerül. A 10 tonnás fűrész sebesen mozgó ultravékony drótszálat használ. Ezzel alakítják ki a 2/3 mm vastag és 99,999999999%-ot tisztaságú ostyákat. A darabolás után azonban mikroszkópikus nyomok maradnak a szeletek felületén, amiket hűtőpolírozással távolítanak el. A nagy teljesítményű fényezőt elhagyva még mindig nem elég simák, ezért vegyi polírozást is kapnak. A végső szilícium szeletek érdessége kevesebb, mint a méter egy milliárdnyi része. Csillognak, villognak, most már csak az áramkör bemaratása van hátra. A több milliónyi tranzisztor ilyen kis felületre való bezsúfolását az olyan csípgyárak végzik, mint például a Texas Instruments. 1958-ban még az jelentett áttörést, hogy az integrált áramkör feltalálója Jack Kilby egy tranzisztorral tette ugyanezt. Mostanában csipenként már majdnem 1 milliárd elemről beszélhetünk, és Moore törvénye szerint ez két évente megduplázódik. Persze, ahogy ez a szám nő, úgy csökken a tranzisztorok mérete. Nekünk 250 millió tranzisztort kell összezsugorítanunk ilyen kis méretűre. Viszont az ilyen mikroszkópikus munkának hátulütői is vannak. Ha egy tranzisztor mindössze 1/10 milliméter széles, akkor már egy porszem is komoly problémát okozhat. Ezért mielőtt Dén Béli munkához látna, farsangon is elmenő védőfelszerelésbe öltözik. Konkrétan itt rakjuk össze a csipeket. Először a csupasz szilícium szelet jön, majd rengeteg feldolgozási lépcsőn megy keresztül. Az egyik legelterjedtebb termékünk a DSP, például 1500 lépésben készül el. Ennyi részfolyamaton halad át az elejétől a végéig. A majdnem 18.000 négyzetméteres gyártó részlegen a tisztaságra nem lehet panasz. Hála a 12.000 tonnányi légkondicionáló berendezésnek, itt 1000-szer akkora a tisztaság, mint egy kórházi műtőben. Itt egy köbméter levegőben kevesebb, mint 3500 porszem található. Ha egy is rossz helyre kerül, akkor a chipnek lőttek. Hogy érzékeltessük, mennyire tiszta is a terem, maga a járás percenként 5 millió porszemet termel.
Annak érdekében, hogy elkerüljék a figyelmetlenül szétszórt részecskék miatti szennyeződést, automata szállítórendszert használnak az ostyák bonyolult gyártásához. A kulcs problémát az összetett konstrukció lekicsinyítése és a szeletekre való felvitele jelenti. Ezt úgynevezett fotolitográfia segítségével végzik. Először az ostyákat fényérzékeny anyaggal vonják be, ami UV-fény alatt megszilárdul. Zárt, sötét kamrákban először a kívánt chip-típus tervrajzát, majd egy kicsinyítő lencsét világítanak át, és ez a fényes kép kerül a bevont szeletre. Miután a bevonatot lemossák, a vázlat megmarad. Akár csak egy előhívott fénykép esetében. De ahhoz, hogy minden elem az ostyára férjen, rétegenként építik fel őket, mintha egy miniatűr felhőkarcoló emeletei lennének. Ehhez az automaták 40-szer ismétlik meg a ciklust, minden rétegnél újra elvégezve a fotolitográfiát. Egyes rétegeket kisütnek, másokat ionizált plazmával törölnek le, vagy éppen fémbe mártanak. Minden egyes eljárással egyedibbé teszik az egyes rétegeket, lassan kialakítva a chip végső felépítését. Az elkészült szilíciumlapokon 1000 különálló mikrochip és több mint 4000 milliárd áramköri elem található. Már csak a felszeletelés van hátra, és véget ér az út a homoktól az áramköri lapig. Ami valamikor egy rakás haszontalan homok volt, most grammonkénti 17000 dolláros áron cserél gazdát, és egy szempillantás alatt kiszámolja a pi-t 1000 tizedes jegyig. William Blake metafizikus költő azt mondta, látja az egész világot egy aprócska homok szemben. Ha most újra megnézné, biztos meglepődne a sok millió apró tranzisztor láttán.